Akkor kezdenénk a második részt, és először egy verset kezdeni. Megkérem Vika. Kollégát, szint a kollégát, hogy akkor mutatkozz be, és akkor... Áldást kívánok mindenkinek! Elég nagy a hangjelőm, akkor így hátrább húzódok. Fejes Zsolt vagyok, magyar történelem tanár, könyvkiadó és könyvesból tulajdonos. Egy saját versemet hoztam el most nektek, aféle bemutatkozásképpen is, mert az a én álláspontom, hogy minden napnak meg kell, hogy legyen a szolgálata, nem csak a családunknak, a barátainknak, hanem a magyar gyönyörű hazánkért is kell valamit adnunk, és bizony a szervezők meg a résztvevők is nagyon-nagyon sokat adtatok és adtok. Egy kicsit erről is szól ez a vers, illetve az őseinkről. Négy betű a haza. Csak egy szó, melyet ha kimondok. Enyém lesz létje, fája legelője, Duna Tisza kékje, hegyének levegője. Négy betű, mely szeretni kötelez, s nem csupán kérdezni, hogy mit áll érte az ég, hanem tenni, tenni még. Négy betű a világ, ennyi vagyok én. S te is csak ennyi lehetsz, mert annyit érsz, ahogy élsz. Annyit ér a mosoly, a könnyezés, annyit ér a munka, amit teszel, annyit ér az egész életed, annyit, amennyit értemelsz. Ó, megtettél-e mindent, kérdezem. Akik tegnap meghaltak érte, azok ma bennünk élnek. Örökre zokogják a négy betűt. Szerest. Szerest rendületlenül. Köszönöm szépen, és még egy nagyon rövid vers idézek, mert köszönöm a kérdéseket. Nagyszerű költőm Sajó Sándor, ahol csak lehet népszerűsítem és proponálom, és neki van egy nagyon jó gondolata, hogy mit tehet az ember, ha magyar, ugye? Ebből egy tényleg csak kiragadok egy vers sort, vagy vers szakot. Magyarnak születtem. Szeretve, gyűlölve vilasztom a nemzet jogos álmait. Érte buzdulok föl búra, vagy örömre. Érte gyúl szívemben a kétség, sapít. Érte száll fohászom az ég trónusához. Adjon a magyarnak lelkes nagy erőt, hitvallása légyen. Hűség a hazához, szeresse bölcsen, férfi tette őt. Magyarnak születtem, ünnepnapon szőtett számomra egy sorsok népek istene. Honszerelmem lángját fölgyújtom előtted, ítéld meg, ifjúság nem gyúl le vele. S ha van még árnyék ezen a szerelmen, ó, világosítsd meg vágyó lelkemet, taníts meg én, Uram, milyennek kell lennem, hogy igazabb, hívebb, jobb magyar legyek. Ezt majd a pénteki találkozásra is szeretettel küldöm, ezt azt lépjük át. És köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Köszönjük szépen, és akkor folytatjuk a szkítasággal. Egy kicsit beszélnék a most fölkapott szkíta ügyel, amit a rendőrség elkezdett, most pár mondatban említettem. Lényeg az, hogy a legidősebb ember, a 88 éves, a Szigeti Sándor, ugye Amerikából települt vissza, ott volt vagy 40 évig rendőr, sheriff, úgy mondjuk, hogy sheriff volt, és a lényeg az, hogy ő és ez a társaság a UCC-hez tartozik. Ez a UCC, ezt mi kell mondani, egy gazdasági rendszer, vagyis egy politikai rendszer, ami megvédi itt az embereket. Amit leír, az nagyon érdekes, hogy az ember úgy születik meg, hogy nem lehet kívülről hatni, a Isten által teremtett jogai érvényesek, a szabadságjog, stb. Tehát egy jó dolog tulajdonképpen a UCC, és érvényesíthető. Ő alapított egy szövetség a Szent Koronáért országát, ezt pártként megalapította, és most az állam ezt a pártot szünteti meg azzal, hogy a főnököt elviszi és beviszi ugye börtönbe, ezt támadják meg, hogy nehogy a választásoknál ez veszélyes legyen rájuk.
csak megemlítik a szkítaságot. Tehát szkíta nemzetőséget említ az egyik videóban az egyik ember, aki a másik elvitte, de mondom, ez a Szent Korona országáért párt, és tulajdonképpen most a magyar rendőrség a Szent Koronát és a Szent Korona országot támadja. Azért ez nem semmi, tehát majd ezt utána kell nézni. Az, hogy elmondanak olyanokat, hogy ugye a katonaságot, aki nem áll át, vagy a rendőrségből nem áll át, azt lefegyverzi, stb. Ezek teljesen olyan dolgok, ők mivel a UCC lévén pontosan tisztában vannak a külföldi dolgokkal, látják, hogy fegyveres csapatok alakulnak minden országban, Amerikában, mindenhol a világon, de lehet, hogy Magyarországon is alakítanak, amit természetesen politikailag hoznak létre. És ami jó hír, hogy ők azt mondják, hogy 23-24-ben bekövetkezik a változás, úgyhogy nem sok van hátra. Ez az év, és akkor addig ezek a kormányok eltűnnek majd itt Európában, stb. Ők ezt adják elő. Ami még érdekes, hogy ugye ebből a legidősebb embert természetesen bevitték az elmegyült intézetbe, a Bolondok házába rögtön. Na, hát ez is érdekes, azért valaki egy rendőr volt, serif, stb. Jó szellemi állapotban van, és azt intézik, rögtön letartóztatás után viszik oda. Ez a 150 katona egy akkora játék volt, hogy én csak nevetni tudtam, és akkor mutattak fényképpen légpuskákat, ilyen kézi lőfegyvereket, amiket ilyen riasztó fegyvereket lefoglaltak, lőszereket. Nevetséges az egész, ez változtatja, mert most fél az állat, fél a politikai vezetés ettől, és most megtámadják a szkítaságot, mert a Szent Koronáról szólt ez, és nem azt akarják, hanem a szkítaságot akarják támadni, mert szkít államról beszélnek. És tulajdonképpen a bíró csak 30 napra tartóztatta le őket. Mivel a UCC annyit jelent, hogy önálló szemigazolvány, önálló jogrendszerük van, nem biztos, hogy egyáltalán tudnak valamit kezdeni velük. Érthető? Úgyhogy mi haladjunk tovább a mi útunkon, nem kell megijedni, és menjünk tovább, építsünk tovább a szkítaságot, a szkíta önkormányzatokat, amit most megkezdtünk. Ugye azért van ez a támadás, mert beadtam a szkíta nemzetiséghez ugye a kezdeményezést, amit elutasított a parlament, és nincs jogi alapja, hogy elutasítsák. Az alaptörvényben benne van, hogy meg kell adni. Most keresek jogászokat, még nem sikerült összehozni a csapatot, de nem fogom így hagyni, ezt meg fogjuk jogilag támadni, mert ilyen nincsen, le van írva az alaptörvényben, ha 1000 ember összejön, leadtunk 1300 aláírás, 340-et, akkor meg kellett volna adni a szkíta önkormányzatosak. És a Tudományos Akadémia egy mondatban elutasítja, ez is nevetséges, nem lehet erre hivatkozni, tehát mindenféleképpen intézik ezt is, de közben csináljuk a civilek szerveződésű megyei önkormányzatokat, kérem minden megyéből, aki van itt, hogy a saját megyébe kezdje el szervezni, megvan a pontos dokumentáció, hogy mit kell csinálni. Ezek közjegyző által bejegyzett, hitelesített megyei önkormányzatok lesznek, tehát föl tudunk építeni egy hálózatot az országba, tehát mindenki figyelmül, föl tudunk építeni egy hálózatot, és ha van ez a hálózat, még jobban tudunk foglalkozni az oltásokkal, mindennel, az egészségügyi dolgokkal is, mert legálisan fogunk működni, és támadhatjuk ezt is, hiszen csak ami ma elhangzott, már ez alapján vissza kéne vonni, amit most az előző előadók elmondtak, simán vissza kéne vonni. Nézzék meg, akár a kormányfőnk, vagy a Müller Cecilia, nézze meg ezt a videót, amit most mi majd fölteszünk, és próbálja ezt megkontrollázni, hogy mivel tudja ezt megmagyarázni, hogy miért engedik, miért kötelezünk, miért vagyunk a magyarsággal szembeni. Minden statisztikát tiltanak előlünk, ugye. Bármilyen gyermekkori betegségek, oltás utáni szövődmények statisztikája, és nem lehet hozzáférni. De nincs egyetlen egy placebo kísérlet sem, amikor bevezetnek egy új oltást. Ez, ami nekünk kezünkbe adunk, mert nem nézik meg, hogy milyen a hatékonyság, a hozzák, és a, még egyszer összefoglalva az egész oltásnak az a lényege, ha nem lenne benne alumínium higany, nincs antitest emeltetés. Tehát hiába beszélünk, hogy az előtt kórokozó, vagy bármilyen összeállított mesterségesen génmanipulált fehérje szakaszokat beadunk, nem tudják kiváltani az antitest termelést, csak az alumínium meg a higany, tehát azért nem fogják kivenni belőle, mert nem lesz ilyen nagy. És ugye a sejtes immunitás minden, azt kell legyőznünk, azt kell mindenben, és ha magas az antitestek, már pedig magasak, ezek maga az autoimmun betegségek. És jönnek a gyermekeinkre sorra az autoimmun betegségek, amik nagyon lassan alakulnak ki, bármilyen szerve kialakulhat, megtámadja az izom, a májat, a vesét, a hasnyálmirigyet. Minden lehet autoimmun betegség. Az oltásoknak is, az emelésnek is ez a lényege,
Ha az MLNS bejut legtöbbet a más sejtbe, akkor ő ugye úgy termeli a tüskefehérjét, hogy a sejtbe kiteszek táblát, hogy én tüskefehérje termelő vagyok. És akkor jön a T-sejt, a gyilkos sejtjeink, és megeszik azt a sejtet. Na most, ha sok szív sejt van, akkor a szívből pusztít sokat, és a szív ellen alakul ki az autoimmunitás. Ha ez az érrendszerben van, akkor mivel az endotélnek a borítéka egyetlen egy sejtréte, ha most az a sejt elkezdi termelni, kiteszi a táblát, hogy én tüskefehérjét termelek, jön a falusejt, megeszi, és egy lukk keletkezik. Megjelennek a vérzések, utána megjelenik a trombózis. Tehát annyira logikusan föl van ez építve, hogy ez hogy működik. Tehát ezeket meg kell akadályozni, mert ha a gyerekoltásokban is lesz MLNS, ugyanezt be fognak szenvedni a gyermekeink is. Jó? Tehát a lényeg az lenne, hogy amit most mondani szeretnék, hogy az kitaságot nem adjuk föl, tehát megyünk tovább. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan összejöttünk, tehát azt jelenti, hogy nem csökkentünk. A Botka István egy kicsit levált tőlünk, de vele is tartjuk a kapcsolatot. Én azt mondom mindig, hogy én senkivel nem tudok összeveszni, mert ha majd eljön az az idő, amikor össze kell állni a teljes magyarságnak, akkor ne legyen a lelkünkbe ellentét a másik irány. Majd itt lesz majd a Uki Tibornak is, majd kiosztjuk, lehet ilyen három kétoldalas kiadványt, hogy ugye hogy milyen minimum programokat mit akarunk megvalósítani, hogy nehogy összevessük, egy közös akciótervet kell létrehozni, ami számomra egyetlen egy mondat. A Szent Korona országának a megvalósítása. Aki ezzel egyetértik közöttünk, akkor én azzal mindenkivel egyetértek. Hogy mi a véleménye erről, mi a véleménye mástól, engem már nem is érdekel. Tehát ebbe kell, ilyen egyszerű, így kell összefogni az embereket, hogy ne tudjunk egymásba keresni. Aztán, hogy képzeljük el a Szent Korona országát, hogy valósítjuk meg az alkotmányos nemzetgyűlést, mi hogy a történeti alkotmányt hogy hozzuk el, a Szent Koronatant hogy hozzuk el, ez majd a szakmai csapat feladata lesz, aki össze is majd ők vitatkoznak, a szakemberek, nem nekünk kell most itt vitatkozni. Tehát összeállítunk, és így tudjuk összeállítani azt a rendszert, ami működőképes lesz. Tehát a Tiboré nagyon jól összeállított, majd beszél is róla, hallgassuk meg, vagy olvassuk el, amit van, vegyük el. Mindenki még hozzátehet, ez flexibilis, tehát ez változtatható. Ezeket gondoljuk a legfontosabb pontoknak, de mondom, az alapmondat, ami számomra az, hogy a Szent Korona országában nincs más megoldás. Ezt a korrupt, hazug világot semmivel nem lehet megdönteni, csak ezzel. Ezzel egy nap alatt meg lehet dönteni, még egyszer mondom, két mondatban. A Szent Korona alapigassága, hogy a Szent Korona minden jog forrása és minden anyagi jó forrása. Egy nap alatt az összes jogot lehet törölni, hiába vagyunk a NATO-nak tagja, ENSZ-nek vagyunk tagja, WHO-nak, egy nap alatt kilépjük. Érthető? Mert a Szent Koronatan fölülír a magyar jogrendszer, minden külföldi jogrendszer. A WHO nagyon fontos dolog, ezt nem adjuk fel. Most is Józsiék tartottak sajtótájékoztatót, stb. Visszük tovább ezt a kérdést, mert ez nagyon csőbehúzós kérdés, és látjuk, hogy európai országai még nem mozognak ezügybe. Tehát nekünk ezt vinni kell tovább. Úgyhogy a Szent Koronatan megoldás tehát a jogi kérdésre, és az, hogy minden anyagi forrása, akkor mindenkitől egy nap alatt mindent vissza lehet venni. Mert egy tulajdonos van a Szent Korona, érthető? Ilyen egyszerű, hogy milyen csoda, hogy ezt kitalálta a magyarság. Ő mindennek a tulajdonos, mi csak birtokosok lettünk, én is, más is. És abban a pillanatban minden az övé, és újra adhatjuk oda, akinek akarjuk. És a birtokossággal régi időben és Mátyás királyban, vagy bármikor nézem, az úgy működött, hogy lehettem én birtokos, de ha nem gondoztam a földet, nem megfelelően cselekedtem, nem jól bántam, jobbátságban bármi volt, azonnal visszavonták a földet. Érthető? Tehát a tulajdonos visszavonja, ha nem úgy működik, működtetjük. És ezért ez a fontos. Tehát a Szent Koronatan bejön, ezt kell most Egerben, csütörtökön volt a pályázat kihirdetése, sikerült Heves megyében szerveznem egy Szent Korona rajzpályázatot. Általános iskolásoknak, középiskolásoknak meghirdettük Heves megyében, bejött 110 pályamunka, és nagyon szépeket tudtunk díjazni. Általános iskolások mindenki rajzolta, és tovább gondolta, gyönyörű szép rajzok lettek. Most is fölhívom a figyelmet, hogy minden megyébe, aki van itt más megyéből is, próbálják elérni, hogy minden megyébe szervezzük a fiatalok között például Szent Korona rajzpályázatot, hogy
tudatosuljon benne, hogy van szemkoronánk, mert elhallgatják, nem mondják, tehát menni kell, és egy kicsit aktivizálódik. Ha csak már rágondol a gyerek a szemkoronára, akkor már megindulnak benne folyamatok. Mindenkinek a szíve csücskébe itt van a szemkorona és a szemkoronatlan. Higgyék el mindenkinek, akik itt ülünk. Csak el van egy picit nyomva. Ha megnyitjuk, akkor ez fog vezetni bennünket, ez fog irányítani. A pályázati kiosztásnál az egyik fődíjazott füle, orra, minden tele, karikákkal, mindennel, de mégis olyan jó kinézetű gyerek volt, és ő nyerte az egyik pályázatot, a szemkorona pályázatot. Tehát ilyen gyerekeket is vissza lehet hozni erre az oldalra és erre, de most egy kicsit elment a másik irányba, tehát azért kell ezzel nagyon sokat foglalkoznunk. És megyünk tovább, tehát ezt csináljuk, a szkítaságot megtartjuk, a szkítaság az a jogrend, amit mi szeretnénk elérni, tehát ezt szeretnénk országosan élni, és ugye akkor, ha ez a jogrend megy, akkor nem is a szakmai kérdés lesz majd a kormány alapításnál is a lényeg, hanem az erkölcsi kérdés. Hiába lehet valaki jó szakmaiak erkölcsileg alkalmatlan, érthető? Erkölcsileg kell nézni, és erkölcsileg is kiválasztani a szakmaiak közül azt, aki erkölcsileg a legmegfelelő. Akik már pártokba lejáratták magukat, azokat már nem kell visszahozni. Tehát olyan embereket kell hozni, akik tisztán, akik még nem voltak pártnak a tagjai. És a másik lényeges, amit akartam mondani, hogyha megalakulnak ezek az kitart önkormányzatok, én is tervezem Hegyes megyébe, és megkérek mindenkit, hogy gondolják, ne csak megyei jogú városban, mint én eger, elindulni az kita önkormányzatnak, az önkormányzati választásoknál összeszerezni egy csapatot, és elindulni polgármesterjelöltként és tagjelöltenként. Mindenki induljon el civilként, mert ha sikerül megszervezni országban nagyon sok civil önkormányzatot most, akkor össze lehet fogni majd a civil önkormányzatokat, és egy mondatban, hogy például a szemkoronája vagy valamiért jöjjük együtt, és együtt föllépni már nagyon komoly dolgokat, komoly változtatásokat is lehet. Ezt mindenkinek meg kell érteni, hogy önkormányzat azért önkormányzat, hogy a helyi város, a helyi falu magát kormányozza, ne Budapestről irányítsák. Ha jönnek a pártok és a pártagok is beülnek, akkor Pestről vezényelnek mindent. És mindent meg lehet fordítani, a pénzt, az anyagi dolgokat, pláne ha össze tudnánk fogni nagy közösségekbe, most ez a június 9-i választás, ez egy nagyon fontos választás lesz. Itt, akik itt vagyunk, hogy mindenkit megkérek, hogy gondolják, hogy ő is esetleg indulna el. Összeszerezni egy csapatot, indítani, és azt hangsúlyozni, hogy civilek, pártmentes önkormányzat. Pártmentes önkormányzat. Jó? Tehát ezt akartam még elmondani, hogy ez is nagyon fontos. Ebben is induljunk el, és akkor nem is húzom az időt, mert egy kicsit kevés az időm, és akkor ki is következik, Rúzsi, akkor gyere is. Jó. Köszönöm, hogy megtaláltad.